Pünkös hétvégén megrendezésre került a baptista ifjúsági konferencia Floridában. Itt volt lehetőségem találkozni Kácsép és kollégámmal, Szabó Janóval. Szia Janó, hogy érzed magad itt Floridában? Szia Áron, örülök, hogy összefutottunk, mert rég láttalak. Nagyon jól érzem magam, igazából panaszra nincs okom. Nagyon jó rendezvény is, úgy érzem a szervező gárda kitett magáért. A fiatalok is rettentő jól érzik magukat. Változatos ételek voltak felszolgálva mind az ebéd, mind a vacsora során. Főként a magyaros ételeket részesítették előnybe. A legnagyobb sikert a kürtős kalács aratott a fiatalok körében, több ízben is volt. Úgy érzem, hogy abból mindenki repetázott. Mikor októberben megérkeztél, milyen elvárásokkal érkeztél? Milyen elvárásokat vártál itt a magyar közösségtől? Voltam már korábban az Egyesült Államokban, viszont akkor nem Kácsépi ösztöndíjjal, úgyhogy most először voltam ezzel a programmal, vagy vagyok itt ezzel a programmal az államokban. Nem támasztottam, nem voltak előzetes elképzeléseim, igazából reméltem a legjobbat, és mondhatom, hogy minden várakozásomat felülmúlt a fogadtatás, nagyon meleg szeretetben részesültem itt, várták az érkezésemet, és tényleg az itt létem alatt is végig azt éreztem, hogy jó közösségbe kerültem. Milyen programok voltak itt az elmúlt 8-9 hónap során nálatok? Mint a legtöbb helyen megünnepeltük mi is a főbb magyar ünnepeket, illetve megemlékezéseket, nemzeti ünnepeket. Mindezek mellett sor került különböző táncos zenés rendezvényekre, ahova különféle fellépőket, illetve zenészeket hívtunk meg. A legnépszerűbbnek mégis azokat az eseményeket mondanám, ahol vacsora vagy ebéd is felszolgálásra került, mert úgy érzem, ez az a dolog itt a külföldi magyarság számára, ami összehozza, ami leginkább összehozza őket, a magyar gasztronómia. Itt láttam, itt ki is van írva a Magyar Házban az, hogy the world's best Hungarian restaurant, vagy valami ilyesmi van kiírva. Itt is van egy ilyen megszokott asszonykör, akik főznek, mert Clevelandben kettő is van a katolikus Spice Girls és a református Spice Girls. Nektek is van ilyen? Nekünk ilyen szuper csapatunk nincsen, illetve úgy mondanám, hogy ilyen fantázia névvel nincsenek ellátva. De igen, itt is ugyanaz a csoport főz minden héten. Igazából bevált receptúra alapján dolgoznak. A vendégek már jól ismerik az ízeket, emiatt térnek vissza. Főként megszokott magyaros ételeket főzik, tradicionális receptúra alapján, ez itt bevált, ez szereti az itteni magyarság, ezért járnak ide minden héten. Minden héten van itt a Magyar Házban valami program? Mint most említettem, ételárusítás az minden héten zajlik, illetve szokott lenni ételárusítás követően egy baráti kör nevezetű esemény is itt a Magyar Házban heti szinten, ahol a Magyar Ház tagjai összegyűlnek, csevegnek egy kicsit, társasjátékoznak, kártyáznak, jól érzik magukat, ápolják a magyar nyelvet, a magyar kultúrát, és tartják a kapcsolatot, építik a közösséget. Sarasotai és veniszi magyarságot mennyire érzékeled aktívnak, aktív közösségnek? Tudni illik azt, hogy itt Sarasota megyében 15 ezer magyar van, tehát a legutóbbi adatok alapján ez a szám már rendelkezésre. Megoszlóak, tehát a fiatal korosztály kevésbé veszi ki a részét az ilyesfajta programokból, inkább a nagyszülői korosztály az, akik jelen vannak itt a Magyar Ház programjain, ők viszont rendszeresen, tehát mondhatni, ők aktívan képviselik a saját korosztályukat, és itt vannak minden fontos eseményen. Te milyen tapasztalatokkal fogsz hazatérni majd a KCP ösztöndi után? Összességében őszintén mondhatom azt, hogy pozitív tapasztalatokkal gazdagodtam, egy percét se bánom az itt töltött időszaknak, és bízom benne, hogy jövőben lesz lehetőségem még újra itt tölteni 9 hónapot. Akkor tervezed megújítani a ösztöndíjat? Mindenképp nem titkos szándékaim közt van. Hogyha tanácsolhatnál valamit a mentoraidnak vagy a szervezeteknek, hogy miben működnének jobban, mi lenne az? Én alapvetően a kommunikációt gondolom, tehát ha a kommunikáció, illetve a jó szándék ott van, illetve működik maga a mentorált és a mentor között, azt gondolom, hogy akkor semmi probléma nem születhet. Tehát szerintem fontos az, hogy megbeszéljük a dolgokat, tudjon mindenki mindenről, illetve az, hogy tényleg
jó indulattal, jó szándékkal és kellő rugalmassággal álljunk a másikhoz, mint a mentor, mint a mentorált részéről. Na hát, Jana, köszönöm szépen, hogy elvállaltad ezt a kis beszélgetést, és reméljük, hogy akkor 9 hónap múlva szintén tudunk majd beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, Áron, hogy meglátogattál, úgyhogy örülök, hogy itt Floridában futottunk össze ebbe a kellemes időjárásba. Floridában sokkal jobb az idő, mint most Clevelandben. Igen, köszönöm szépen. Nagyon szívesen.